Nincs hallja hogan között. Nincs. Miért nézel ilyen hurán? Sziasztok! Hogyha követitek PewDiePie-t, illetve nem csak akkor, hogyha követitek PewDiePie-t, de mindegy. A lényeg az, hogy valószínűleg hallottatok róla, hogy PewDiePie barátnője, Marzia, abba hagyja a videózást, és ennek kapcsán elkezdtük újra nézegetni a régi videóikat, és van egy olyan videójuk, ahol kitöltenek egy quizt, hogy összeillenek-e, vagyis hogy össze kéne házasodniuk, ugye? Uh-huh. Valami ilyesmiről szól a quiz. És hát nálunk még nyilván nem hangzott el a nagy kérdés. Hozzám jössz? Igen. Akkor most már elhangzott. Hú! Videóba kérte meg a kezem. Szóval nyilván nem hangzott el ez a kérdés nálunk, de attól függetlenül nagyon sokat beszélünk a házasságról, meg a további életünkről, mert már nagyon régóta együtt vagyunk, és arra gondoltunk, hogy mi is kitöltünk egy ilyen quizt, hogy az internet megmondja nekünk, hogy valójában összeszabad-e házasodnunk, vagy sem. Az idő hány százalékában érzed magad boldognak ezzel az emberrel? Több mint 90%, körülbelül 70%, 50%, vagy ritkábban? 70%. 70% körül. Úgy gondolod? Aha. Az a reális? No, az a reális, igen. Én szerintem több mint 70. Jó, akkor legyen az. Ez elég szomorú. Hát de mi most? Az, amikor konstant boldog vagy, de nem vagyunk bedrogozva egész nap, egy csomószor csak semleges érzéseim vannak, vagy éppen... De ezt nem kell ilyen komolyan venni. Amikor együtt csinálunk programot, akkor mennyire vagy boldog? Így, most... akkor nagyon boldog vagyok, de nem csinálunk mindig együtt programot, hanem valamikor csak egymás mellett fekszünk és YouTube videókat nézek, és akkor nem én nézek semmit. Én boldog vagyok. Te meg egy... meg tudtok egyezni abban, hogy hány gyereket szeretnétek? Teljesen, többé-kevésbé, nem igazán, vagy nem beszéltünk még erről. Nem nagyon beszéltünk erről. Szerintem most már igen? Igen, szerintem abszolútli. Is. Abszolútli. Nem értetek egyet valamiben, hogyan oldjátok meg ezt a problémát? Szerintem elkerüljük a csatát, vagy... Mikor szoktuk mi elkerülni a vitát? Hát amikor nem szólsz hozzám. Az már nagyon régen nincs így. Jó. Mikor volt most nem nagyon pont múlva, amikor volt, és akkor mondom is, hogy nem, most ezt fölkínált tarulatom, hogy nem is elég, hogy már elég szebb, mikor volt. De ez nem azért van, mert nem egyezünk meg valamilyen témában. Jó, akkor szerinted micsoda? Hát miért például, hogyha a politikai nézeteinket nézzük, vagy nem is tudom, valami kulturális kérdést, akkor egyetértünk abban, hogy nem érzünk egyet. Ez jogos, igen. De amúgy meg... Amúgy szerintem általában elkezdünk vitatkozni, és kompromisszumra jutunk. És legfeljebb arra jutunk, hogy egyetértünk, hogy nem értünk egyet. Jó, akkor egyet a kompromisszumos. Ez elég kompromisszum. Milyennek gondolod az apró kis hülyeségeit a másiknak? Adorable, a cuki, ugye? Igen. Hát annak, én annak gondolom a kis hülyeségeidet. Én a tiédet annoyingnak gondolom. Jó, akkor egyet. Nem csak vicceltem. Várj, de lemegyek, mert esküszöm félek, hogy felgyulladtam. Én mindig leszoktam menni, de csak a por ég le róla. Hát azért megnézem ezt. Tényleg nagyon büdös van. Jó. Megkihúzom a hajvasalómat. Tényleg nem vagy dugva? Igen. Akkor lehet használni. Nem, ki van kapcsolva. Ja. Újra itt a ház nem gyullad ki. Na. Cuki. Szerintem is. Maximum funny. Nem, viccesen semmiképpen sem mondanám. És a téged. Kényelmesen érzed magad a partnered társaságában? Igen, a teljes mértékben. A legfelső? Yes. Olyan görbék vagyunk. Érzékeltél valaha valami aggodalomra okot adó jelet a kapcsolatotokban? Mármint, hogy amikor így elgondolkodtál rajta, hogy szakítani kell? Nem, én nem. Te? Hogy az? Én igen. Mikor? Hát amikor nem tudtunk beköltözni, és sem erre nem tartott az életünk, és akkor így gondolkoztam rajta, hogy ha te sose fogsz dolgozni, akkor milyen francot kezdünk magunkkal. De komoly? Hát de nyilván nem úgy gondolom. Szóval nem tanultam, egyetemre jártam.
Nyilván nem is úgy gondolkodtam rajta, hogy na, akkor most holnap szakítsak, vagy egy hét múlva. Hmm. Csak így gondolkoztam rajta, hogy vajon van-e közös jövőnk. Jó, akkor mondjuk a tiéd szerint nekem soha nem volt ilyen. Akkor külön. Legyen a kettő között. Not sure. Yeah. De most vagy... megsértél. Hát igen, mert ez úgy van, az egyetemre járás, ez úgy veszed fel, hogy ez valamilyen lébecolás lenne. Hát igen, mert mások tudnak egyetem mellett is dolgozni, mint ahogy én is tettem. Hát mert most ahogy én csinálom, és szörnyű is az életem hát tőle. Hát igen, tudom, de közben meg nagyon jó is az életem. Nem. Te vagy mindig elégedett az életünkkel. Hát ezt én azért mondtam, hogy te kezdtem el dolgozni. Csak viccelek amúgy. Nem is viccelek. Hopogtak? Most azt hiszem épik el neki körülöttünk. Megnézed? Megijedtem. És újra itt. Kb. Ez eddig a legtöbbször megállított videó. Megpróbáltam már a párod valaha limitálni az időt, amit más emberekkel tölthetsz? Nem, bár néha egy kicsit szomorú, amikor mással vagyok. Az igen, ez. Igen, néha. Hédi mindig büntetett, hogy kell bennem, mikor bulizom. Azért már nem. de mindig eljátsszuk, hogy Hédi szomorú, amikor elmegyek. Ember szomorú vagyok. De csak ilyen... De te is szomorú vagy. Persze csak. Te is lelki is olyan szomorú lehet próbálni, nem kelteni. De ezek csak játékok, tehát hogy... Mondjuk vannak bizonyos emberek, akikkel nem akarom, hogy lógj, de... Jó, de az nem a... Hogy... Nem, amúgy a második az szerintem reális. Felszedtél egy pár kilót. Így is támogat a partnered? Igen. Ezek tök fölvászok amúgy. Igen, egyik se. Vagy... Hát miért egyszer amúgy... együtt, meg miért... De miért most pont azt kezdtük el együtt váltani életmódot? Jó, akkor legyen az, de igazából leszarjuk. Mindenki azt nem testjél, amit akar. Csak az egészségügyi hátterem. Ja, persze. Jó, de ez nem koros elhízás, vagy ilyesmi. Ja. Késésben vagy, hogy reagál a partnered? Ja, hogy egy közös találkozóról késünk. Ja. Aha. Nem nagyon szoktunk időpontot megbeszélni, vagy sose volt még, jó, akkor titkot találkozunk, sose volt még. Az annyira random, főleg, hogyha valaki házasság előtt áll, ki csinál olyat, hogy már jegyben járnak, és ilyen randikat, ilyen pontos randikat beszél, vagy nem tudom, az olyan. Ja, elég fura. De legyen az, de inkább egyik sem. Hát inkább a második, mert az olyan vicces, hogy haló, kihűl a vacsora. Igen. Izgatott vagy a relationship kapcsolatotokkal kapcsolatban? Igen, én nagyon izgatott vagyok. Oh. Ezt te időnk? Egymásnak vagyunk teremtve. Jaj, de jó! Már az alapból egy tök jó előrelépés, szerintem, hogy meg tudtunk egyezni a válaszokban. De jön a következő, ez nem tetszett ez a kvíz, amúgy. Szerintem ezt töltötték ki a PewDiePie-ék. Lehet. Nem volt még ennyi bőven elég? Ja, jó. Vagy szerintem nem? Hát én élvezem kicsit az életét. Az első kérdés, hogy hány éves vagy? 25 és 30 közötti. Igyes! 42. Második kérdés. Hogyan írnád le a személyiségedet? Romantikus, magabiztos, instabil, éretlen? Éretlen. Nem is. Egy dömbbe? De milyen vagy? Ugyanazokat a dolgokat szeretnétek a jövőre nézve? Például gyerekek, karrier. I think so. Csak? Hát, máshol akarunk élni. Mi az, hogy máshol akarunk élni? Hát én Budapesten, te vagy New Yorkban. Ja, hát jó. És... De például a gyerekekben egyetértünk meg. Nem tudom a karrierre, még nem ugyanazt a karriert akarjuk csinálni, vagy nem tudom, az mire van. Nem az, hanem hogy egyetértek. Gondolom azt, hogy egyetértünk abban, hogy mondjuk ilyen, én dolgozom, és te vagy a gyerekekkel. Jó, akkor pretty much, csak fölgött pretty much. Na, én pont a két példával egyetértünk. Abban érsz, hogy hídnek otthon kell maradni, és vigyázz a gyerekkel. Pont fordítva akarod, nem? Jól kijössz a családommal? Nem, én jól kijövök a te családoddal? Igen, jól kijössz elük. Yes, szépen. Milyen kedves tőled. És te, hogy jössz ki az én családommal? Jó. Kérnek a szüleli szerintem. Ezt jelivel. Úgy, ezt nem jöttem. Melyik karriert választanám én inkább? Építészet? Nővérség?
Ezeket hogy lehet szépen mondani? Nővér. Nővér? Akkor építész, nővér. Terapeuta. Terapeuta. Detektív. Igen. Szerintem ezek közül... hát, vagy a terápiás szakembert mondanám, vagy az építész. De az építész csak azért nem, mert nem vagy jó matek volt, de biztos szép házakat tervezni, vagy ilyesmi. Úgyhogy inkább ezt a terapiszt mondanám. Nem? Ezek közül? Én nem segítek. Na most már legyomtam most. Amúgy akkor. Vagy az, vagy a detektív. Detektív? De csak hát annyira a munkot nézzük. Hát az mindig tetszett, jó, de most nyilván csak egy ilyen gyerekes álomról van szó, mert egyik se lennék, mert nem tudnám elvégezni az egyetemet, meg nem lenne kedvem hozzá, meg mit tudom én szóval. Én milyenkor ilyet csinálsz, amikor ezek közül? Uh-huh. Tanár, titkár, nő, titkár, doktor vagy ügyvéd. Uh-huh. Ezek közül, hogyha csak ezek, akkor inkább, leginkább tanár lennék ezek közül. Uh-huh. Úgyhogy annyi. Milyen gyakran beszélünk a jövőnkről együtt? Very often. Közös jövőnkről. Hány éves vagyok? 19 és 24 között vagy. Még. Hogyan? Én magabiztosnak. De várjál, még felsorolvastuk a kérdést. Ja, tényleg. Igen, láttam. Hogyan jellemeznéd a partnerednek a személyiségét? Magabiztos, romantikus, keményen dolgozó, vagy bizonytalan? Magabiztos. Köszönöm. You are definitely ready. Ez olyan a legjobb? Reméljük. Hát, gondolom. Milyen boldog vagyok. Igazából azért szeretek ilyen videókat csinálni, mert addig is együtt lógunk és hülyéskedünk. Uh-huh. Na mindegy. Hogyha ne adj Isten, komoly videók is érdekelnek a párkapcsolatokkal kapcsolatban, akkor nézzétek meg a korábbi videóinkat. Vagy csak nézzétek meg azt, amikor agymenésünk van, mint itt. Ez a kettő között van valahol. Igen. Ez mi volt? Igen. Mi van veled? Jó, semmi. Sziasztok. Csináljunk egy borítóképet.